Egy év telt el azóta, hogy Gordon Ramsay az országban számos tönk szélén álló étteremnek próbált megsegíteni. Rajta van a papíron! Kérlek, segíts! Igen, egyszerűen nincs. Végeztünk, állítsd le a kamerát! Égető szükségük volt a segítségére. Mindent megpróbáltam. Ma este megtudjuk a választ arra, amit mindenki kérdez. Én vettem fel pénzt, de a kérdés jó. Mi van odalent? Fizetitek a rezsit? Mi történt azóta azokkal az éttermekkel? Meglátjuk, mi lett az akkoriban zűrzavaros Long Island-i étteremmel, a Mixing Bowl-lal. Tele van a hócipőm! Ez nem az én hibám! Billy a tulaj kedveszegett. Ki kell mászni a csávából? Benézünk az Old Stone Millbe is. Egy éve Dean a tulaj mindenkire zabos volt. Ez az utolsó asztal! Összerúgta a patkót Gordonnal. Szélhámos vagy. Tessék? Nem volt érthető? Benézünk a Petersbe. Felejtsétek el! Tavaly itt robbanásig feszült volt a helyzet. Adj egy salátát! Viharos jeleneteket láttunk. Rohadt gangster! Idősebb lettem. Bölcsebb. És megtudjuk, mi a helyzet az akkor marakodástól hangos Finn McCourse-ban. Tűrés innen! Süketelsz itt nekem! A kajájuk teljesen ehetetlen volt. Ez gusztustalan. Jaj, ne! És mi van a New Jersey kampányával? Még nem múlt el, ez most gond? Joe a tulaj adósságban úszott. Emiatt van 80 ezer adóssága. A marhája. És nem vette jó néven az észrevételeket. Pipa lettél? Nagyon pipa. Végül kifelejthetné el a Dillons-t? Csótányok! Nézzétek! A legrémesebbet mindközül. Ez rohadt! Mi kell még, hogy valaki ételmérgezésben meghalljon? Ez az utolsó esélyük, hogy gatyába rázzák magukat. Ma este mindenkit látni fognak. Megtudhatják, ki süllyed vissza a rémálmok világába, és ki ért el sikert. Megnézem, mi van itt. Gordon Ramsay, a konyha ördöge. Tavaly Gordon Amerika szerte megpróbált segíteni néhány éttermen. Perceken belül megtudhatják, hogy ezek közül néhány ma hogy áll. De először nézzük, milyen volt a Finn McCourse egy éve, amikor Gordon elment hozzájuk. A Finn McCourse egy családi étterem New York kellős közepén, annak elegáns tengerparti részén, Hamptonsban. Gordon gyorsan megállapította, hogy a család írkocsmája letért a helyes útról. Nagyon rideg. Buddy küzd az üzlet talpon maradásáért. Bajban vagyunk. És a fiai készek szétszedni egymást. Rám sem bagózik. Majdnem beszóltam, hogy kus. Jason a bárt vezeti, és Brian a hatalom itt a séf a konyhát. Tűnés innen! Melissa Jason felesége két tűz közé került. A két fiú szörnyen egyforma. Csak az öcsém a gond. Tűnj innen! Nem jó a családdal együtt dolgozni. Hello! Amint betette a lábát az étterembe, Gordon tudta, hogy a család óriási bajban van. Szóval, mi a gond? A családi viszály rossz hatással van Buddyra is, és az üzletre is. Nincs pénzünk. Buddy adóssága 100 000-es nagyságrendű. Ez a nyugdíjas zsaru élete minden megtakarítását beleölte ebbe az étterembe. Már most bajban vagyunk. Ha nincs jelentős javulás, meddig maradhattok? Hetente 4-5 000 megy el. Legalább ennyi kell, hogy talpon maradhassunk. 20 lepedő havonta? És én még nem is kerestem. Még nem vettél fel fizetést? Nem. Még belegondolni is rossz, hogy mindenki mennyit veszíthet. Este lefekvéskor betegre aggódom magam a jelzálog hitel miatt. Elmondani sem tudom, milyen idegesítő ez. Az adósságok és a családi viszály lejtőre tette a Finn McCourse-t, és a kaja ezt csak tovább rontja. Tessék, a tavaszi tekercs mustárral. Hát... népszerűek? A vendégek nagyon kedvelik. Nem csoda, ha leisszák magukat. Aztán az az étel, amiről egy igazi írkocsma közismert lehet, azt tette tacsra Gordont. Egy nagy tányér zsír.
Ez gusztustalan. Merre? Balra, a második ajtó. Jaj, ne. De jó ég. Gordon még a pásztorpite hatása alatt eldöntötte, hogy közli a kegyetlen igazságot. Ha egy séf képtelen normális pásztorpitét készíteni, az aggasztó. Tőled ennyire telik? Bármit is mond, nem érdekel. Hogy megnézhesse a filmek kúszt akcióban, Gordon meghívta a helyi tűzoltókat. Ez száraz. De nincsenek megelégedve. Valami gond van? Hát nem is tudom. A konyhában Gordon elszörnyed a rengeteg Mirellit hozzávalót látva. Mikor volt utoljára friss zöldségetek? Tavaly nyáron. Tavaly nyáron? Mert attól a haja még nekel. És lát még valamit, de alig mer hinni a szemének. Francis, Francis, te felvetted a földről, visszaraktad az olajba, aztán az öntedbe? Még soha életemben nem láttam ilyen szélsőséges dolgot, mint ez. Igen, mert az olajban lejön róla, ami a kövön rátapadhatott. Az megtisztítja? Megtisztítja, fertőtleníti. Fertőtleníti? Igen. Basszus. Aznap este Buddy a tulaj és Brian a séf kis hián hajba kapnak. Nem viccelek. Mondom, jól van. Azon, hogy Brian hogy vezeti a konyhát. Maradj csak ott, én tudom a dolgot. Vigyázz a szádra. Kopp le. Menj innen, hadd dolgozzak. Nem is akarok már itt maradni. Nem akarok a konyhában lenni. Végeztem a helyjel, felmondok. Brian felkapta a vizet és ott hagyta a filmek kúszt. Ezzel séf nélkül maradtak. Ha nem a fiam lenne, kirúgnám. Buddynak és Jasonnek kell beugrania helyette. Isten áldjon meg! És bár igyekeznek, nem végeznek jó munkát. Buddy, csináld újra! Most, hogy Brian nincs, Buddy és Jason jobban megértik, mennyire stresszes hely a konyha. Most már jobban megbecsüljük Brian munkáját, elég nehéz. Belátom, hogy piszkáltam, veszekedtem vele, de az ő munkáját nem tudnám elvégezni. Nem csoda, hogy ilyen undok. Másnap Gordonnal tisztázzák, milyen nyomás nehezedik Brianre. Ez részben megértelek, kezdek rájönni, mennyi minden van a válladon. Gondoltál arra, hogy itt hagyod az egész kócerájt és továbbállsz? Folyamatosan. Igen. Máshogy is megoldhatod. Úgyhogy felnősz a felelősséghez. Jól van? Aztán ügyesen. Gordon fenéken billentett és fellelkesített a munkámmal kapcsolatban. Másnap Gordon végrehajtott néhány változtatást. Az étterem kinézetével kezdte. Üdvözöllek benneteket a Finn McCoolsban. Csodálatos! Szép, ugye? Elképesztő! Szent ég! Amikor beléptünk, mintha hazajöttünk volna. Otthonos lett. Na hát, letöbbentem. Buddynak ez volt a nagy álma, és valóra vált, amit az arcán is láthattunk. Na hát! Boldog vagyok! De Gordon az étlapon változtatott a legtöbbet. Az ételek kétharmadát kihagytuk, mert Mirelli. Nincs helyük az étlapon. Sőt, megtanította Briannek a saját pásztorpite receptjét. Csöpögtesd le a zsírt! Szerencsések vagyunk, hogy egy olyan embertől tanulhatunk, mint Gordon Ramsay. Buták lennénk, ha nem használnánk ki a lehetőséget. Az újra megnyitás híre futó tűzként terjedt. Minden asztalt lefoglaltak. Öt etet üszik. Értem. Ez az utolsó nagy esélyünk ma este, hogy jó benyomást keltsenek. Kinyitottuk a zsilipeket. Eddig ez volt a legforgalmasabb estéjük. Megy ez neked gyorsabban is. A Mázió család összekapta magát, és legalábbis egy estére megmutatták, hogy tudják, hogyan kell egy éttermet vezetni. Szép munka. Aztán jött Gordon, és elérte, hogy újra szívesen főzök. Nyüzsgés volt, és mindenki érezte, és mi újra igazi család lettünk. Nagyra értékeljük, amit tett. Mindenre odafigyeltünk, amit mondott, és erre büszke vagyok. Nagyon büszke.
Eltelt egy év. Lássuk, hogyan boldogul most a Finn McCools. Egy éve jártam itt egy összeférhetetlen család éttermében. Vajon még mindig veszekednek? Vajon Buddy fel tudott már venni fizetést? Nézzük meg, jöjjenek! Oh! Hello, mi újság? Hogy vagy? Jól. Örülök, hogy látlak. Amikor Gordon megérkezett... Hello! Sejtettem, hogy elégedett lesz. Örülök, hogy láthatja, hogy megfogadtuk a tanácsait. Melissa! Igen? Jó újra látni. Örülök neked. Amikor Gordon belépett, izgatott lettem, mert tudtam, hogy büszke lesz rám. Örülök, hogy látlak. Legutóbb jobban izgultam. Hol az az arrogáns kis tetű? Hol van? Hey, Brian! Ó, Gordon Ramsay. A hangja hallatán felkaptam a fejem. Szevasz, haver! Örülök neked. Én is. Szeretném, ha észrevenni, hogy szót fogadtam neki. És remélem, hogy egy ilyen kaliberű ember büszke lesz rám. Örülök, hogy újra itt lehetek. Remélem is. Legutóbb tele volt a hócipőd, és le akartál lépni. Igaz. Elegem van, elmegyek. Megszorongattátok a tökeit? Igen, főnök. Nem. Igen, főnök. Igen, még mindig egy arrogáns kis tetű, de az én arrogáns kis tetvem, és imádom. Hogy megy az üzlet azóta? Azóta körülbelül 35%-kal nőtt a forgalmunk. És fizetést is fel tudsz venni? Hát persze. Egészségetekre! Amikor itt jártam, havonta 20 000-et vesztettél. Most már nem vagytok veszteségesek, ugye? Nyereségesek vagytok? Igen. Már egy fillér adósságunk sincs. Nincsen stressz. Ki tudjuk fizetni a számlákat. Reggel, amikor dolgozni jövünk, tudjuk, hogy pénzt fogunk keresni. Ég és föld ahhoz képest, ahonnan indultunk. És ez Gordon Ramsaynek köszönhető. És egészségileg? Volt egy kis üzemzavarom. Mi történt? Volt egy infarktus. Hogy mi? Bizony. Apám szívrohama számomra sok tekintetben szörnyen megrázó volt. És elég súlyos volt. Bele is halhatott volna. Ijesztő volt. Ki a rostélyos? Könnyen elveszíthettük volna. Félelmetes volt. Hetekre ágynak estem. És megdöbbentem, hogy ők hárman hogy összefogtak. Összekapták magukat. Mire felépültem és visszajöttem, már minden tökéletes volt. Ezt tavaly még nem tudtuk volna megcsinálni. Ha mindez Gordon itt járta elő történt volna, az étteremnek annyi lett volna. Lehúzhattuk volna a redőnyt. Buddy, örülök, hogy viszont látlak. Ez aztán készfogás. Komolyan, jól megnyomorgattad a kezem. Teljesen elszorítottad a vérkeringésemet. Mióta Gordon itt volt, sok hasznos dolgot megtanultunk. Most már igazi csapatként dolgozunk, és minden zöggenőmentes. Örülök, hogy a fiam szívesen végzi a munkáját. Jó. Brian kedve visszatért a főzéshez, sőt, fokozódott. Sokkal jobban érzem magam, és nagyszerű visszajelzéseket kapok. Miután Gordon Ramsay elment, Brian, mint aki cserélték volna. Új ember jött be a konyhába, és az ételek, amiket készít, nem csak szépek, hanem az ízük is fenséges. Mindenhonnan érkeznek hozzánk vendégek, és el vannak ragadtatva. Legutóbb a Mirelit miatt balhéztam veled. Igen. Mikor volt utoljára friss zöldségetek? Tavaly nyáron. Most mennyi a friss? Minden. Minden? Mutasd a hűtőt. Gordon magasra tette a lécet, ami a színvonalat illeti. De hogy merészeltem volna nem hallgatni rá? Friss hús, friss zöldség. Erre Gordon vezetett rá minket, hogy szigeten vagyunk, Long Islanden. Ördöghal, tintahal. Kézenfekvő a friss hal. Ez a csirkepác? A flambírozott csirké, igen. Francis még mindig felszedi a földről. Tovább lépett. Kilépett, mi? Igen. Mi a séf mai ajánlata? Sült helyi tintahal és hozzá egy kis borsos remulád. Remek, és a pásztorpite? Hát abból többet kell csinálnunk, mert St. Louisból is kértek. St. Louisból? Igen. Pásztorpitét? Igen. Ez klassz! Az! És mindig szezonális zöldségekkel készítem. Tavaszi tekercset? Igen. A francba! Közkívánatra vissza kellett vennünk az étlapra. És miből csinálod? De legutóbb maradék húsból csináltam. Nyesedékből, igen.
Igen, de most... Most frissből. Ehhez főzöm a káposztát. És büszke vagy rá? Finom és szeretik. Szeretném megkóstolni. Reméltem. Ha már átdolgoztad. Igen. Magabiztosnak tűnsz, tudod? Élvezem. Ez üdítő. Remek. Az öcsém hozzáállása teljesen megváltozott. Igazi séf. És a séfek őrültek. De a hozzáállása sokkal pozitívabb, és ez az egész családra jótékonyan hat. Dinamizálja. Tessék, Gordon. Köszönöm. Tengeri csauder. Remek, köszönöm. És a híres tavaszi tekercs. Szerintem finom, de a vendégeink is imádják. Ez a mi specialitásunk. Finom. Ez fenséges. Köszönöm. Ha egy ilyen kaliberű valaki megdicséri az ételeidet, az fantasztikus. Ízletes. Igen. Tényleg ízletes. Megmaradtunk annál, ahogy mondta, hogy csináljuk. És ennek élvezzük a gyümölcseit. Végrehajtottunk mindent, amit mondott. És tényleg igaza volt. Tartós hatással volt ránk. És segített rátalálni a helyes irányra. És elindulni. Ez fényévekkel jobb, mint az, amit a múltkor ettem nálatok. De ennél sokkal fontosabb, hogy boldognak tűntök. Megkaphatom a receptjét? Nem. Önző dög. Ígyunk a Finn McCool's családi étteremre, de legfőképpen Buddy egészségére. Jó egészséget és minden jót! Brian. Ez undorító. Tudom, az én fiam. Íme egy boldog család, és nagyon jó látni, hogy újra szeretet van köztük. Forgalmasak és nyereségesek. Játszma vége! A folytatásban szar az egész. Az Old Stone Mill dacos tulajdonosa kezéből kicsúsztak a dolgok. Olvasd el a cetlit! Senkit sem tisztel, még Gordon sem. Szélhámos vagy. Tessék! Dean felesége a könnyeit nyelte, és a séf kedve elment a főzéstől. Rohadt érzés, ha minden nap belerúgnak az emberbe, és közlik, hogy semmit sem ér. Dean tartotta magát Gordon tervéhez. Ebből remek steakhouse lesz. Vagy az étterem megfenek lett. A konyha ördöge folytatásában láthatják. Tavaly, amikor Gordon Tuckahoe-ba motorozott a Manhattan közelében fekvő alvóvároskába, először megtréfált az Old Stone Mill. Milyen szép épület, de félő, hogy senki sem ebédeli. Rögtön megtudjuk. Ebben az elegáns étteremben megállt az élet. Ott volt Dean, a pökhendi főnök. Nincs nálam jobb vendéglős és házigazda. Aki áhította a sikert. Olvasd el a cetlit! Miközben a séf lehangolt volt. Szeretek-e főzni? Nem. Barbara, Dean felesége idegroncs volt. Ez az étterem nem egy egyszerű étterem. Ez az életünk, a jövőnk, a gyerekeink jövője. Dean 6 évvel ezelőtt vette meg ezt a 200 éves malmot, és átalakította étteremmé. A nyitás óta ugyanaz a rémálom üldöz. Mi lesz, ha kinyitok, mindenféle alapanyagot beszerezve, ételeket készítve, és senki nem jön be hozzánk? Nos, ez be is következett az idén. Ajaj. Gordon, szia! Dean Marazzo vagyok. Örvendek. Bármit mondjanak is, ez a hapsi egy ász. Egy csomó Michelin csillaga van, megérdemelten. De Dean hamarosan hangszint váltott vele kapcsolatban. Ezt nézzék. Mibe gyömöszölték bele? Igen. Tehát ez az. Szerelő volt a séf. Ez itt mégiscsak az én házam. Ő itt vendég és kínos helyzetbe hozott. Jól van. És a helyzet csak romlott, amikor Gordon megkóstolta az egyik specialitásukat. Mint egy teli pelenka. Olyan. Nézd meg, undorító. Őszintén szólva, szar az egész. Pipa lettem. A legszívesebben a fejére borítottam volna az összes kaját. Deannek az is fájt, amikor Gordon kritizálta a kaját, de az még jobban, amikor az étterem pénzügyeiben kezdett vájkálni. Tudod, hogy mi a jelenlegi pénzügyi helyzetetek, Barbara? Dean nem köt mindent az orromra. Nem akarom, hogy aggódjon. Ha be kellene zárnunk ma este, mennyi lenne így az adósságunk? 500 millió.
Fél millió? Igen. A ház is jelzálog alatt van? Persze. Úgy döntöttem, hogy nem foglalkozom ezzel. Dénbe hagyom. Ha lefoglalják a házatokat, akkor kezdhettek aggódni. Ennek az étteremnek nem csak a rossz étel és az anyagi csőd volt a baja. Lehető? Elmegy. A hétvégeken, amikor forgalmas volt az étterem, Dén túl sokáig időzött az asztaloknál. Ehető? Elmegy. És a konyhában csak a kiszolgálás gyorsasága izgatta. Egy risotto, egy tilapia és kész. Nem a minőség. Szörnyen frusztrál. Ha megváratjuk a vendéget, de ízlik neki az étel, akkor rendben. De ha sokat vár és vacakot kap... Most jobb, hogy gyorsan kiküldted? Nem. Ez félelmetes. Nem tudom, mit vesz tőlem. Az éttermed a tönk szélén. A lehangoló esti műszak után Gordon közli Dinnel, hogy szerinte valójában nem is akar változtatni. Azt hiszem, játéknak fogod fel az egészet. Hogy merészeled ezt állítani? Merészelem állítani? Én ezt csak mondom neked. Ez csak a te fantáziád szüleménye, hogy nem veszem komolyan az éttermet. Magunkra hagynátok 2 percre? A vendégekkel trécselsz, és teljesen el vagy tájolódva. Megkérdezem őket, hogy ízlett a kaja, és örülök, ha azt mondják, hogy jó volt. Én nem ajnározom, puszilgatom a vendéget, hogy milyen volt, mondja már. Nem mész oda hozzájuk? Ja, nem. Te inkább 10 embert alkalmazol erre. Az előjegyzéseket figyelem. Minden nap tele vagyunk. Engem ezért fizetnek. Hogy itt állj és vizslasd őket? Nem, hanem hogy álljak mellettük, és biztosítsam számukra, hogy jól érezzék magukat. Engem ezért fizetnek. És kiküld a vackokat. Ez a te véleményed. És hagyd annyiban. Nem hagyom annyiban. Tessék, ezt mondom. Nem hagyom annyiban. Dehogy nem. Ezt kell tennem. Szélhámos vagy. Kapd be! Te vagy az. Piti szélhámos. Így reagálsz? Elmenekülsz? Képtelen vagy szembesülni ezzel? Másnap délelőtt Gordon bejárta a környéket, hogy felderítse, az Alston Mill milyen arculattal tudna piaci részesedést szerezni. Ennek az étteremnek minden esélye megvan arra, hogy fantasztikus steakhouse lehessen. Dint nem győzte meg, ő továbbra is idegenkedik a változtatástól. Tépelődök. És ezzel akarod feltámasztani az éttermet? Figyelj, 12 sikeres éttermem van. Mindegyik jól jövedelmez, és te lemaradtál a lényegről. Gondolkozz el ezen. Mielőtt azonban az Alston Mill-t steakhouse-szá alakítja, a séf lelkét is helyre kell tennie. Az első nagy változás, hátszín. Gordon Steakhouse-os ötlete beválhat. Igaza van, még hasonló sincs a környéken. Gordon egy sor érdekes húsétellel egészítette ki az étlapot, és kihúzott róla néhány régit, mint például a tölcséres salátát. Hogy olvad? Gondolj csak a reklamációkra. Tessék, nem gyömöszöli bele a salátámat egy tölcsérbe? Miután felrázta Mike-ot a fásultságból, Gordonnak szót kell érteni a Dean-nel is, hogy legyen esélyük az étterem megmentésére. Viszont az a legérdekesebb, hogy félsz a kudarctól. Ha a helyemben lennél, megértenéd. Vallottam már kudarcot az üzletben. Mikor? A szülővárosomban nyitottam egy éttermet. Azt hittem, sima ügy lesz. És ettől lettem az, aki ma vagyok. Ne félj! Nem kerülheted ki állandóan a problémákat. Igazad van. A változásokat végre kell hajtanom, és nem halogathatom őket. Most már bízva abban, hogy Dean kész változtatni, Gordon felfedte a tervét. Először is leleplezte a külső módosításokat. Nézzétek! Na hát! Csodálatos! És a belsőket. Te jó ég! Mit szólsz, Barbara? Nyitott? Klasszikus? Igen. Leszedtük a sötét színeket, nyomasztóak voltak. Elismerem, hogy fantasztikus lett. Percekkel az újra megnyitás után az étterem zsúfolásig megtelt kíváncsi vendégekkel. Eljött a polgármester is. Közepesen átsütve. De a konyhai nyomtató a fontos este első órájában bedöglött, amitől a séf és csapata teljesen összezavarodott. A polgármester rendelését kérem. Nem tudom kinyomtatni a blokkokat. Kérlek, segíts! Mondom, hogy nincsenek blokkjaim. Itt a másolat, nálad van a másik fele. Ez a salátás blokk. Már egy órája nem jön ki semmi. Olvasd el a cetlit! Már csak ez hiányzik. Mi a franc van? Olvasd el! Ez az utolsó asztal. Mi
Mielőtt a műszak teljesen kicsúszott volna a kezükből. Mike, gyere ide egy kicsit, légy szíves. Gordon helyre rázta a csapatot. Szervezzétek át magatokat, jó? Különösen ebben a kritikus pillanatban. Küzdenetek kell! Ezen áll vagy bukik az étterem. Egy perc és itt vagyok, becsomagolom önöknek. Köszönöm. Közepesen. Mindenki összekapta magát, és az este sikerrel zárult. Kérem a steakkést. Jó étvágyat, remélem megérte várni. Kitűnő. Kino? Az este végére nyilvánvalóvá vált, hogy a Steakhouse sikert aratott. A legfontosabb a megerősítés, hogy beválhat. A lehetőségek határtalanok. Most, hogy tudjátok, mi a dolgotok, abba ne hagyjátok a gyakorlását. Köszönjük! Gordon Ramsay igazi áldás a családunk számára. Soha nem fogjuk tudni eléggé megköszönni, amit értünk tett. Egyszerűen hihetetlen. Valami szenzációs van a birtokodban. Tényleg büszke lehetek rá. Kösz. Köszönöm. Sok sikert. Köszönöm. Kíváncsi vagyok, mit tartogat a jövő. Eltelt egy év. Vajon Dean megfogadta-e Gordon tanácsát, és sikeressé tette a Steakhouse-t? Amikor megérkeztem ide, egyből beleszerettem az épületbe. Gyönyörű, viszont a kajában nem. Változtattunk az étterem stílusán és a tulajdonosén is. Hamarosan megtudjuk, hogy boldogulnak most. Nicsak-nicsak. Oda nézzenek. Oda nézzenek. Makulátlan, mint mindig. Hogy vagy? Azt hittem, elfelejtettél. Vegyes érzelmeim támadtak. Nem tudtam, hogy megöleljem, vagy behúzzak neki egyet. Mi ez, botox vagy gyári? Ne már. Úgy nézel ki, mint egy férfi modell. Like a male model, for God's sake. A család jól van? Remekül vannak. Milyen a forgalom? Röviden? Igen. Dupla. Ez fantasztikus. És még valami? New York Times. Múlt heti. Úgy van. Hogy ízlet neki? Nagyon. Fantasztikus. Bizony. Hogy állsz most? Idén télen 30%-kal nagyobb a forgalom. Tavaly ilyenkor pengejelen táncoltunk, de az idén nem. Rentábilisak vagyunk, kifizettem az embereimet. És kifizettem a jelzálogot, aminek örülök. Ki a séf? Mike. Tényleg? Hol van? Ott. Nem. Nem, a tölcsér! Mi más? Ez finom célzás volt a tölcsérre. Tartozol $4, mert tönkretetted az utolsó kettőt. Gondolj csak a reklamációkra. Hogy nem kaphatok tölcséres salátát? Ezt honnan szedted? A kocsiból? Ezzel töltöm a fűszeres üvegeket. Egész más volt most. Így talán meg is tudnám kedvelni. A múltkor teljesen a padlón voltál, szenvedtél. Most egy új ember vagy. Kevesebb a stressz, nincs rajtam akkora teher. A refluxom is elmúlt, minden rendben. Visszatért a lelkesedésem. Egészen más, ha az ember szívesen megy be a munkahelyére, és érdekli, amit csinál. Ezt nem mondhattam el egy éve, mielőtt Gordon eljött hozzá. Jó a profil? Igen. Hétvégen te hány rendelés van? 120-150. Jobban megy az üzlet. Rengeteg foglalásunk van, főleg hétvégi estékre. A forgalmi adataink emelkednek. Te is jobban nézel ki. Köszönöm. A múltkor úgy tűnt, be vagy rezelve. Padlón voltam. Olvasd el a cetlit! Már csak ez hiányzott. Mi a franc van? De most már nem tűzoltással foglalkozom. Nem a fenntartása miatt aggódom, hanem bővítem az éttermet. Legutóbb úsztál az adósságban, igaz? Igen. Most mi a helyzet? Tavaszra a nyereséget várok, de már most egában vagyok. Hello! Megjött Barbara. Hogy vagy, drágám? Örülök neked. Arra voltam a legbüszkébb, hogy Gordon láthatta, hogy a feleségem már nem ideges és nem sír. Egész más embernek látszik. Egy magabiztos üzletember, aki nyugodt és jó ránézni. Teljesen nyugodt. Igazi megkönnyebbülés, ugye? Micsoda különbség. Megkönnyebbülés reggel a mosolygós arcát látni. Nem egy agyon stresszelt arcot. Most csak jó stressz ér. Ugye örültök, hogy nagy a forgalmatok? Kiváltság. És ennyire voltatok attól, hogy bezárjátok az éttermet? Majdnem elúszott. Szívszorító volt, de amilyen makacs egy pacák, vagy kimásztál belőle? Nem tetszik az igazság, ugye? De szeretem az igazságot. Többet hallom, mint te valaha is. Marhaság. Igen, szerinted.
Képes voltál összeugrani velem az Old Stone Mill miatt, mert nem akartad, hogy steakhouse legyen belőle. Tudod, mert... Mert féltél a változástól. Úgy van. Nem akartam kudarcot vallani. Nem akartam elveszíteni, amin volt. Ha az ember képtelen fizetni a számláit, akkor nem tud tiszta fejjel gondolkodni. Olyankor rosszul dönt. Nem is annyira az éttermet, mint engem változtatott meg. Jó erősen fenékbe billentett. Örülök, hogy boldogok vagytok. Ehhez te kellettél. Szerencsém volt, hogy idejöttél. Megküzdöttem a nehézségekkel, mögöttem vannak. És ezért Gordont is elismerés illeti, bár nem szívesen mondom. Szeretnék bemutatni önöknek valakit. Gino Toole-t, a New York-i szarvasmarhatenyésztők tanácsától, aki egy díjat ad át. Szeretnék gratulálni a fantasztikus étterem átalakításhoz és a sikeres működéshez. Nagyon köszönöm, nagyon kedves. Szép volt, gratulálok. Egy ilyen elismerést kapni a szarvasmarha tenyésztők tanácsától, ez felejthetetlen. De Gordontól még jobban esett. Köszönjük szépen, Gene. Ezt lényegében Gordonnak köszönhetjük. Hűek maradtunk az ő koncepciójához és ő hozzá. Hiszen el is mondta, a siker nem jön egyik napról a másikra, de a következetes munka kifizetődik, és így is lett. A folytatásban elég csendes. Emlékeznek a Mixing Bowl-ra? Mike a menedzser ki volt borulva. Tovább léphetnénk, végre elegem van! És Billy a tulaj bent ragadt a konyhában. Ne tartsatok fel feleslegesen! A felesége Liza már egyszerűen feladta. Már lemondtam a helyről. Vajon követték Gordon tanácsát? Ezek azok, amik a Mixing Bowl új profiljába vágnak. Vagy a feje tetejére állt a Mixing Bowl. A konyha ördöge folytatásában. A New York közvetlen közelében Belmore-ban található étteremben 10 éve még pezsgett az élet, de az utóbbi években a forgalom visszaesett szinte a nullára. Ez ijesztően néz ki. Billy a tulajdonos már alig bírta tovább. Makacsul kitartok az étterem mellett, de ezzel a családomnak ártok. Mike a menedzser ki volt borulva. Nem szóltatok! Miért mondod ezt? Elegem van! Liza szerette volna bezárni a boltot. Nem áldozhatom fel magam és a gyerekeimet a Mixing Bowl miatt. Ez a régen közkedvelt étterem az utolsókat rúgta. És amikor elkészültek az ételek, Gordon semmi jót nem tudott mondani róluk. Zucchini is palacsinta, mintha enyvet ettem volna. Egyáltalán nem volt érdekes, lehangoló volt. Ennyi. Gordon észrevette, hogy Billy csak szakácskodott. Ki sem dugta az orrát a konyhából. Ki szoktál menni? Körül szoktam nézni, amikor nincs rendelés, igen. Ezzel hagyta, hogy Mike a menedzser zsákutcába vigye az éttermet. 50% engedményt adta. 15-öt? Nem, 5 és 0, 50. Atyavilág! De Mike buta kuponjai tényleg eltörpültek a hirdető táblái mellett. Ezek a kirakatban voltak. Honnan szedted őket? Csináltattam valahol. Elég drágák voltak. Van még, amiről tudnom kell? Ennyi. Ennyi? Illetve... Jaj, ne! Gordon, ide jönnél? Elég nagy. Mi a frász? Ingyen előétel a vacsorához. Segítség, mentsenek meg innen! Kénytelen vagyok kíméletlenül őszintének lenni veletek, ugye tudjátok? Muszáj lenne, hogy üzletemberként kezdj el gondolkodni. Látszik, hogy égető szükséged van arra, hogy valaki kihúzzon a csávából. Liza, lehet, hogy neked van igazad. Le kell zárnunk a boltot. Még ma. Ha befutcsolna az étterem, az olyan lenne, mintha valaki meghalna a családban. Folytatnunk kell. Komolyan? Igen. Ha nem változtattok, 6 héten belül teljesen tönkrementek. Másnap reggel neki fogott a Mixing Bowl megmentésének. Ideje búcsút inteni a múltnak.
délután előrukkolt a tervvel, hogy hogyan maradhatnak talpon egy ilyen konkurens éttermekkel teli környéken. Az egészségre a környéken még sehol sem fektettek hangsúlyt. Nyilvánvaló volt, hogy a környéken nem szolgálnak fel egészséges ételeket, ezért Gordon és Billy nekiálltak megalkotni az esti műszak új specialitásait. Ezek azok, amik a Mixing Bowl új profiljába vágnak. Ez egy posírozott lazac, a tetején diós pestóval. Izgalmas ötlet az egészségre koncentrálni, új világ tárult fel előttem. Nyomasd a lazacot! Jó, rendben. A különlegesség. Szeretik a lazacot? Megkóstolnám. Az új lazac étel sikere azt mutatja, hogy a Mixing Bowl ezúttal helyes irányba halad. Jól megy a lazac! De az étkezőben még mindig Mike az úr. Dolgozik egyáltalán? Mit cseverészik? Add le a borravalódat. Képtelenség vele dolgozni, és a borravalónk felét is lenyúlja. Ötször annyit keresel, mint a pincérek. Mi a problémád? És a zárás utáni megbeszélésen a pincérnők és Liza nem bírták tovább. Alaposan beolvastak Mike-nak. Én végzem a dolgomat, de a többiek csak rohangálnak, mint pók a falon. Tisztában vagyunk a régi problémákkal. Most az életemért küzdök. Neked is be kell szállnod a munkába, és változtatni a dolgokon. Minden nap, minden egyes percében. Ennyi. Billy, ez az első alkalom, hogy úgy beszéltél, mint egy igazi főnök. Mert most az életed a tét. Ezt soha ne felejtsd el. Végre sikerült mindenkivel közös nevezőre jutni. Gordon csapata megfiatalította a Mixing Bowl belterét. Na hát! Gyönyörű. Sokkal üdébb, ugye? Igen. Kedved lesz ezután kijönni ide, köszönni a vendégeidnek? Igen. Gyönyörű. Liza, adjatok neki egy papírzsepit. Az új beltérhez új étlap dukál egészséges fogásokkal. Sok sikert! Rajta, nagy fiú! Elérkezett az újra megnyitó, de a nyitás után hamar kiderült, hogy Mike túl sok foglalást fogadott el. 47-en van. Jaj, ne! Ráadásul kavarodás volt a New York Dragons foci csapatasztalainál is. Szörnyen fontos dolgok elkerülik a figyelmedet. Nekem senki sem szólt róluk. Miért mondod ezt? Mert nem szóltatok, nekem nem szóltatok. Elegem van! Ez nem az én hibám! Tovább léphetnék végre! Elegem van! Hé, hey, tessék! Tűnjél kifelé! Hadd mondjak valamit. Kíméletlenül őszintén. Van egy problémátok, Mike. Mike-nak is meg kell változnia, ahogy a hely is megváltozott. A hely is kapott még egy esélyt. Ezt neki is meg kell adnunk. Mike kirohanása után minden a helyére került, és az este sikerrel zárult. Toljunk össze két kettes asztalt. Annyira más, remek. Mindenkinek ízlik. Tenséges. Együtt megteremtjük a lehető legjobb éttermet, ami valaha létezett. És a műszak után Billy végre előbújt a konyhából. Annyira büszke vagyok rá. Elképesztő, hogy mit változtatok, mióta ide érkeztem. Tehetséges vagy, nagyfiú. Át kell változnod chefből igazi vendéglőssé. Hölgyeim, jaj, ne. Köszönöm. Megértettem, hogyan kell tovább fejlődnöm, hogy a helyből kihozhassam a legtöbbet. Jó ét! Köszönjük! A következő részben... A többi hátulban. Miket változtatott Mike a Mixing Bowl-on? Te jó ég! Billy sikeres lett, vagy becsődölt? Azt mondták, adjam fel! Megbántátok? Nem. A válaszokat megtudhatják a Konyha Ördöge következő részéből.